Üdvözlet mindenkinek, ez az Andrew City Life szerdai Twitch adása, mondhatnám úgy is, hogy délelőtti matiné adása, mert hogy ilyen időpontban még nem twitcheltünk, de hát mindent ki kell egyszer próbálni. Na most akkor mielőtt elkezdenénk ezt a jó kis játékot, ezt a City Bus Managert, amelynek egyébként több mint 90%-os az értékelése, akkor először is megindokolnám, hogy miért is a délelőtti időpont. Egyrészt mindenképpen ki akartam próbálni magam délelőtt is, amikor, habár nem olyan nagyon sokan lesznek a Twitch-en, és nem olyan sokan Twitch-elnek ilyenkor, mert biztos, hogy a Twitcherek többsége még alszik, de lehet, hogy pont ezért fognak most többen idejönni. Viszont én egy tipikus reggeli ember vagyok, és reggel szeretem a főbb tevékenységeket elvégezni, így azután most a Twitch-et is. Másrésztről, és akkor addig indítom is a játékot, vannak tipikusan olyan játékok, amiket ilyen délelőtt jó játszani, és ez a City Bus Manager, ahol az a feladatunk, hogy busztársaságot építsünk, ez is azok közé tartozik. Úgy. Kezdjünk is akkor egy új játékot, ami rögtön nagyon-nagyon jó, hogy ki lehet választani azt, hogy hol szeretnéd magad megpróbálni, és itt a legkülönfélébbek vannak, de például, hogyha azt mondom, hogy beütöm az én irányító számomat, amely 1116, akkor ezt nem fogom megtalálni, és egyelőre, minthogyha még nem lenne Magyarország, de egyébként van, csak nem a Közép-Európánál, hanem a Kelet-Európánál kell keresni, úgyhogy Belorussziával, Bulgáriával, Grúziával, Romániával, Ukrajnával, és így tovább itt vagyunk, de először válasszunk magunknak akkor egy nevet, jó? Tehát hát szerintem az Andrew City Bus az szinte adja magát. És akkor nézzünk egy magyarországi térképet. A magyarországi térképeknél lehet látni, hogy elég sok minden van, de gyakorlatilag, mivel teljes térképet kapunk, tehát teljes világtérképet, legalábbis a világtérképnek a nagyobb része az elérhető, ezért mi magunk választhatjuk meg a várost, hogy hova szeretnénk menni. Tehát Gödöllő, Érd, de ez ugyanúgy lehetne akár Budapest is, tehát hogyha azt írnám be, akkor Budapestet is meg lehetne találni. Most azért, illetve egyes kerületeit is, én most azért nem azt fogom beírni, mert ott túlságosan ragaszkodnék, ahogyan magamat ismerem, ahhoz, hogy így olyan hálózatot alakítsak ki, ami jellemző Budapestre, mert azt ismerem. Azt eléggé jól ismerem, igazából, hogyha mondtok egy buszszávot, akkor legalább kerületre pontosan meg tudom mondani, hogy az hol jár. Ez egy ilyen szakmai ártalom, de ez már 4-5 éves koromban így volt. Anyám máig emlegette, hogy én mondtam meg 4 éves gyerekként, hogy hol kell leszállni a buszról. Szóval már akkor ennyire érdekelt a közlekedés. Úgyhogy most arra gondoltam, hogy akkor induljunk ki a szülővárosomból, ami pedig nem más, mint Szombathely. És akkor itt fogunk mi a busztársaságot alapítani. Most ez jó kérdés, hogy melyiket válasszam, de akkor legyen ez a biztos, ez a 9700 Szombathely Vas megye székhelye, és hogy mi legyen a háttér. Lehet falusi is, lehet városi is. Én most a városit fogom választani. Normál módban kezdünk, lenne ugye a sandbox mód. A sandbox módnál végtelen pénz áll rendelkezésünkre, mindegyik busz elérhetővé válik, nem kell kutatni, nincsen Steve Achievement, és nem lehet medálokat se szerezni. Az expert mód a másik véglet, amikor nagyon kevés pénzünk van, az utasok nagyon sokat akarnak, alacsony támogatást kapunk, és drágábbak a különböző fejlesztések is, és akkor a normál mód pedig csak annyit ír, hogy ez a recommended game mód, vagyis ez az, amit ajánl. Hát jó, akkor legyen ez, és akkor
induljunk el Szombathellyel. Kezdjük is a busztársaság megalapítását. Az első dolgunk, itt látható Szombathely térképe. Ez egyelőre ekkora, de a későbbiekben majd ezt lehet bővíteni, hogy válasszunk egy központi buszállomást. Pontosabban válasszunk még a központi buszállomás előtt egy dipót, ahova le tudjuk rakni. Mondjuk én ide a Szent Márton utca környékére. Nagyon nem vagyok képben egyébként Szombathelyről, tehát ilyen annyit tudok, hogy Claudius cukrászda, az van, meg az, hogy mi annó a Rohonci úton laktunk, az talán valahol meg is lehet keresni, mert az úgy kifele volt, de most ezt nem mondom meg, illetve elnézést a szombathelyektől, hogy ez hol van, úgyhogy ide lerakom a Szent Márton utcára a dipót, vagyis a buszgarást. És akkor innentől kezdve lehet kezdeni a dolgokat. A tutorial az bennmarad, de igazából nincsen ennek jelentősége. Pár busztársaságot már megalapítottam. Ez itt nekünk a dipónk, amiben majd lehet sáfárkodni, és egyelőre van egy ilyen kicsi része, ami ahol már megvannak építve a falak. De építeni lehet egy ilyen service centert, ezt szerintem így ide fogom letenni, és a service centerbe akkor el kell helyezni a fontosabb dolgokat. Mindenek előtt egy ilyen service desket, jó van, erre lehet forgatni. Ez egyszer. Ez már meg is van. Illetve, mivel ugye úgy kéne, hogy tudjanak várakozni, és az utasok valahol, hát ez lesz nyilván, ahol majd a buszjegyet meg fogják venni. Na, apa, téged át kéne mozgatni, mert most jöttem rá, hogy ez úgy lesz nekünk jó, hogyha ezt ide rakjuk le, majd maximum későbbiekben még bővítjük, és akkor ide lehet rögtön lerakni a különböző székeket, ahol majd tudnak várakozni. Egyelőre szerintem ezek a nagyon plain székek elegek lesznek, és így, hogyha valamit törölni kell, akkor ezt így már meg is oldjuk. Jó. Azt mondja, hogy a következő, hogy korridort kell építeni, a korridor az gyakorlatilag egy folyosót fog jelenteni, és ehhez kell majd kialakítani az irodai épületet. Ez úgy fog kinézni, hogy egyrésztről lesz nekünk egy ilyen felvevő épületünk, tehát itt fogjuk az utasokat fölvenni, tehát ez kvázi idézőjelesen utazási irodaként is fog szolgálni. Másrésztről pedig majd arra is kell figyelnünk, hogy a buszokat tudjuk valahol tárolni, de ez bővíthető lesz a későbbiekben, tehát ettől nem kell megijedni. Illetve itt van egy ilyen dekorációs pont is, ami rögtön meghatározza azt, hogy ők mennyire szívesen jönnek ide be. Az 5x3-as az megvan. Itt igazából én egyelőre úgy gondoltam, hogy egy ilyen korridort kialakítok, és akkor az iroda az leginkább majd itt lehet. És azt mondja, hogy 5x3, nem annyira építenék sokkal nagyobbat, mert mondjuk így egy ekkorát, mert nincsen értelme, mert hogy viszont pénzbe kerül, és abból nem lesz az elején sok. Ajtó az mindenképpen kelleni fog, ide is, meg ide is, hogy hozzá tudjanak férni, és akkor azt mondtuk, hogy build an office room 6x4-es kéne, de azt egyébként már tök megépítettem, nem baj, akkor még egy. Mert hogy itt külön ki kell jelölni, hogy mi az, amit szeretnék, ide pont akkor befér az iroda. 6x4, jó, 8x4 ez elég lesz, megvan. Ennek is elérhetőnek kell lennie ajtó által. Nem azt mondom, hogy a legszebbek az ajtók, de elmennek. És akkor ide is le kell tenni legalább egy ilyen standing desket, mert hogy itt fognak majd dolgozni az irodai alkalmazottak. És minden persze majd bővíthető.
Következő a break roomnak a megépítése. Azon gondolkozom, hogy ugye ez lenne a pihenőszoba, amit meg kéne építeni. A pihenőszoba az mehet ide. Nincsen ezzel baj. Innét ezt el fogják tudni érni. És legalább egy szék kelleni fog, de én szerintem nyugodtan lehet rögtön több is. Illetve majd még akár egy kis rádiót is kaphatnak ide. Építeni kell még egy konyhát, szerintem akkor e helyébe nyugodtan bejöhet a konyha. Hát, ha még vissza is kaptuk a pénzünket. Mennyi 4x4-es? Akkor nem, akkor így jön. Így jön, mert ez így jobb lesz nekünk. Konyha, legalább egy hűtő, az egyelőre elég is lesz, illetve egy automata. Fürdőszoba, természetesen. Akár ide mellé is mehet, és ezt nem is kell túltolni. Annyi, hogy akkor itt ezt arrébb tesszük. És akkor a különböző szokásos dolgok, például WC, az ablakot meg már meg is építette, jó? Egyelőre ennyi a kiszolgáló létesítményekből, ez már egy elegendő muníciót biztosít arra, hogy meg tudjuk vásárolni az első buszokat. Ehhez itt a streetnél kell majd alkotnunk, illetve valahol van nekünk utunk is. Igen, Build Street, ez 2, 3, és akkor ide fognak majd jönni a buszok, mert hogy ugye kell nekünk egy buszparkoló helyet is venni, egyszer, meg még egyszer. Kicsi buszokkal kezdünk, majd utána megyünk fokozatosan a nagyobbak felé. Veszünk 2 buszt. Itt egyébként sok minden található, ami majd viszont szintén kelleni fog. Elsősorban, és már rögtön az elején, azt gondolom, hogy ami majd kell, az, hogy lemossuk a buszokat. Ez mindenképpen szükséges. Annak ellenére, hogy nem mondta a játék, mert hát mocskos busszal senki nem szeret utazni. Vegyük meg az első 2 buszunkat. Különböző alternatívák vannak. Egyelőre még nincsen egyetlen egy buszunk sem, de majd ez a későbbiekben változni fog, lehet újakat is venni, illetve lehet használtakat is venni. A használt buszoknak az a veszélye, hogy azok akár nagyon rossz állapotban is ide kerülhetnek hozzánk, és akkor nem fogják sokáig bírni, kivéve, ha felújítjuk. Tehát van egy ilyen lehetőség is, hogy felújítsuk a buszokat, és ennek megfelelően például mondjuk ez egészen jó állapotban van, tehát itt ezt érdemes lehet, annak ellenére, hogy már majdnem 300 ezer kilométert futott, és elég jó az ára is, tehát a 9400 helyett 5400-ba kerülne, úgyhogy akár ezt meg is tudnánk venni, de most mégis úgy döntöttem, hogy új buszokat vásároljunk, és mondjuk kezdjük azzal, hogy akkor veszünk 2 ilyen New Ramses-t. Mert hogy ez kelleni fog. Következők a paraméterek. Lehet, hogy veszek egy újat, meg egy használtat. A paraméterek a következők. Itt lehet látni, hogy mennyire tiszta a busz. Ez nyilván az idők folyamán majd csökkenni fog. Itt lehet látni azt, hogy milyen állapotban vannak a gumik, milyen állapotban van a fék, milyen állapotban van az égszíjat, illetve milyen állapotban van olaj szempontjából, mennyire van feltöltve olaj szempontjából. Rendelkezik ő motorral, rendelkezik indexel, nem rendelkezik routerrel, tehát internetet egyelőre nem lehet elérni, nem rendelkezik
azzal a fejlesztéssel, hogy légkondicionáló, de van neki világítása, hát nyilván, és van ez a Viper, most ezt meg nem mondom, hogy mi majd utána nézek. És akkor itt lehet látni, hogy mi az, amikkel viszont nem rendelkezik, ezeket majd a későbbiekben lehet oda tenni, mint az internet elérhetőséget, az USB-t, vagy akár a prémium helyeket. Itt mutatja, hogy mekkora hely kell neki, tehát egy small hely kell neki, illetve a minibuszok közé fog tartozni. Egyelőre más buszokat el se lehet érni, de ez az idővel majd változni fog. És ugyanez az érvényes erre a Citóra is, csak ez olcsóbb. Jó, lehet, hogy akkor két Citóval kezdünk, és legfeljebb utána lesz majd New Ramsesünk. Itt is van a buszunk. Ezt a buszt, ezt tudjuk festeni, így első körben, tehát ahogyan megrendeljük, úgy ki tudjuk festeni. Mivel a Volán busz a sárga, ezért úgy gondolom, hogy akkor fessük sárgára. Nálunk ugye a Volán buszok sárgák, már pedig gondolom Szombathelyen sem a kék buszok járnak. Ezt teljes egészében be lehet festeni, és persze lehet törölni is, hogyha akarunk. A lényeg az az, hogy mi megrendeljük valahogyan ezt a buszt, el is tudjuk menteni, hogy ezek ilyen kis sárga buszok legyenek, még lehet ilyet is rátenni, vagy akár ami tetszik, tehát a kiskacsától kezdve a pontig, és így tovább. Akkor legyen ez, így, ezt pedig akkor megváltoztatom ilyen kékre. Legalább akkor van valami. Későbbiekben talán majd feliratot is lehet, most egyelőre, ez nekünk teljesen jó lesz, ezt elmentjük ACB néven, és akkor innentől kezdve elvileg majd tudni fogjuk ezt alkalmazni az összes autóbuszunkra. Így jöhet is az első busz, és akkor már veszem is a másodikat, ez legyen nagyobb, meg akkor ide teszem az oldalára, de akkor már mindkét oldalra. Megvan a két buszunk, és akkor jöhet is a további kiszolgáló épületek. Van itt nekünk ez a korridorunk, ezt még egy picit megnagyobbítjuk, ha már itt vagyunk, mert hogy majd kell nekünk raktár is, az a warehouse lesz. Jó, itt van ez a korridor, és ide a korridorba lehet majd elhelyezni a különböző szekrényeket. Ezek a szekrények azért kellenek, mert ahány szekrényt berakunk, annyi alkalmazottat tudunk fölvenni, itt fogják tárolni majd a cuccaikat. Vegyünk föl két buszvezetőt. A buszvezetőknél, rögtön itt a buszvezetőknél, kettő szempont van. Az egyik az, hogy mennyire képzettek, a másik az, hogy mennyire barátságosak. Ettől függ az alkalmazásuk költsége is. Itt jelen esetben mondjuk ez a Lana Jankowski, ő jó lenne, de viszonylag drága. Ez az Alan Michalak pedig kevésbé barátságos, viszont kicsit több a szkije, biztosabb kézzel vezeti a buszt. Aki talán árérték arányban a legjobb, az most ő lesz. Ez a Halina pedig egy bunkó. Ilyen nagyon egyszerűen, mert hogy ő abszolút nem barátságos. Egyiket fölveszem erre, a másikat pedig ez a Liana, aki majd mindenki kedvence lesz, őt pedig fölveszem szintén, bár, ha azt nézem, lehetne még változtatni, de például itt van ez a Zbigniew, valami ilyesmi, Gorski, ő nem csak, hogy bunkó, de még béna is. Úgyhogy akkor fölveszem másodiknak a, kit mondtunk, Lianát, és akkor ő lesz mindenki kedvence. Föl kell venni egy karbantartót is, mechanikot. Mechanik,
igazából az, hogy mennyire barátságos, az talán nem annyira számít, viszont jobban számít az, hogy milyen szkíjei vannak, mennyire ért a busznak a megszereléséhez. Szerintem itt megint árérték arányban Christian lesz a legjobb. Föl kell venni egy olyat, aki a kutatásfejlesztésekért felelős. Hát ő, hogy mennyire barátságos, már nem tudom, hogy ez miért számít, viszont itt a legolcsóbb, a legjobb, ez a Kaleta. A valósággal való bármilyen hasonlóság, csak a véletlen műve. Amúgy ablak is van Kaleta, just saying, de akkor maradjunk ennél, hogy Justina. A lengyelem az nagyon rossz, pontosabban semmilyen. Annyit tudok lengyelő, hogy Gin Dobri, meg Dovinyeca körülbelül. És akkor föl kell még vennünk nekünk egy takarítót, takarnénit. Itt is érdemes úgy nézni, hogy árértékarányban, illetve megfelelőek legyenek a szkíjei. Hogy mennyire barátságos, hát ez nem az utasokat befolyásolja, csak az alkalmazottakat. Illetve föl kell még vennünk egy olyat, aki az irodába fog dolgozni, na ő viszont fontos, hogy barátságos legyen, és legyen szkíje is. Tök vicces egyébként, hogy ez ellen sokkal többet kér, viszont sokkal rosszabbak a képességeit, úgyhogy akkor Jevgenya, szeretettel várunk a csapatunkban. Üzemanyag állomás az értelemszerűen azért kell, mert hogy a buszokat majd időközönként újra is kell tölteni. Én szerintem ezt majd ide építem mellé. Itt van a gas station, ez megvan. Még azt is kéri, hogy legyen egy workshop. A workshop az pedig azért van, hogyha valamit alakítani kell majd a buszokon, illetve valamit szerelni kell a buszokon, akkor az tud majd segíteni nekünk. És nem is workshopot kell építeni, hanem igazából ezt a lifting platformot, ez az, ami arra fog szolgálni, hogy fölemeljék a buszt. Mivel ide még szeretnék helyeket, ezért most ezt ide fogom lerakni, és akkor már csak raktárat kell építeni, és azzal nagyjából készen is vagyunk. Ugye azt mondtam, hogy ide majd még jöhetnek helyek. Szerintem, mármint parkolóhelyek, szerintem ez ide. Tök jó. És itt majd azokat a dolgokat fogják tárolni, amik ahhoz lesznek szükségesek. Közben ide is építek egy ajtót, meg még talán ide is, hogy az áramlás az hatékonyan és gyorsan tudjon menni. Azokat az alkatrészeket, amik szükségesek lesznek ahhoz, hogy a buszokat hatékonyan tudjuk működtetni. Jó, ezzel megvagyunk, és akkor most jöjjön végre-végre az első buszútvonal kijelölése. Először ki kell jelölni az útvonalat, és magától megépíti a busz megállókat. Jó, tehát először kijelölöm az útvonalat, és ezzel együtt meg is építi a buszmegállókat, akkor úgy történik, mint a City Skylines 1-ben, vagy mint a Citizen Motion 1-2-ben. És szerintem ez a jobb megoldás. Lehet az is, hogy nyilvános szervizútvonalakat hozunk létre, Torony, Sé, Kámoni Arborétum új főbejárat, kedve, tisztelt hölgyeim és uraim, magyarították valamelyest. Jó, hát a Cinema City meg a Cabana Garden az nem, de ugye ezek a szerződéses járatok, ezek akkor fizetnek nekünk plusz összeget, illetve lehet vele nyerni ilyen plusz trófeákat, amennyiben teljesítjük. Nem mindig sikerült teljesíteni, vagy lehet az is, hogy mi magunk rendelünk ki útvonalat, most ezt fogjuk választani, hogy mi magunk csinálunk egy útvonalat. Laci húsbolt. Az a szép, a Laci húsbolt, jó. Jó, hát ezt már tudom, hogy hogy kell, és vannak itt rögtön egyébként kész busz
megállók, tehát akkor induljunk Szombathely vasútállomástól, és akkor megyünk így tovább, és én arra gondoltam, ugye ő azt mondja, hogy 10-15, annál többet ne nagyon határozzunk meg, hogy itt megállunk a Szent Ritánál, és utána jöhet egy megálló ide, a Szent Márton templom, na ez itt most pont nem lesz jó, akkor vissza, mert így nagy ívben fog kanyarodni, akkor itt megyünk ki, megállunk a Szent Ritánál, de már erről az oldalról, megállunk az Aldinál, megállunk az aluljárónál, ami a Szent Márton utcát fogja jelenteni, utána még egyszer megállhatunk, akár az aluljárónál, 1, 2, 3, 4, 5, 6, és viszont ez nem biztos, hogy jó lesz, jó, tehát 6, Tököli utca, 7, szerintem első körben küldöm a városházáig. Lehet majd hosszabbítani, de azért már így is elég sokat lefettünk, de lehet, hogy még azt mondom, hogy meddig menjünk ki? Tök jó kérdés, mi? Mátyás király utca 8, jó, szerintem idáig a Babicsig. És akkor utána vissza, és vissza, igen, tehát, hogy amiben nem tökéletes a program, az az, hogy azért ezt úgy megfelelően ki kéne itt jelölni, hogy a két útnak a szélén, és ez nem mindig sikerül, de például itt megvan adva ez, jó van, nem baj, itt ide bekanyarodsz, nem is érdekes. Szent Márton templom, vissza a Szent Rita felé, és akkor, aha, nem is kell, hogy itt a vasútállomás 2-nél megálljál, visszafele álljál meg, vasútállomás nem 6-nál, ez megint nem jó, és ráadásul most én itt vagyunk, tehát ide kell vinni, de így már jó lesz, vasútállomás 6 és Szombathely vasútállomás végállomás viszontlátásra. Jó, így akkor egy, hát hány megállónk van? 16, jó, tehát betartottuk nagyjából, és ez egy elég forgalmas buszútvonal lesz, 1573 épületet kötöttünk be, illetve 168 olyan pontot, amely valamilyen érdeklődésre tarthat számot, kötöttünk be ebbe a hálózatba. A következő nagyobb feladatunk meghatározni a buszoknak a sűrűségét, a gyakoriságát, illetve hogy mettől meddig jönnek. Még azt is nézi a program, hogy milyen nap van. Tehát most itt jelen esetben kedd van. Itt lehet látni, hogy úgy mi nagyjából milyen gyakoriságra számíthatunk egy-egy út alkalmával. Itt az útnál én gondolom, hogy arra gondol, hogy összesen mennyien szállnak föl. Ez szerint legalább 35-re és legfeljebb 105 emberre számíthatunk. Két csúcsidőpont lesz, az egyik a 7 órás csúcs, a másik pedig a 17-18 órás csúcs. Indulhat 60 percenként a busz, szerintem most ezt fogjuk választani. Ja igen, 5 órakor megy az első, 8 órakor az utolsó. Ez egyelőre szerintem egyébként jó is lesz, a későbbiekben majd esetleg ki lehet terjeszteni 21 vagy akár 22 órára is. Ez fogja megmutatni, hogy 60 percenként jön úgy általában, de van ugye a csúcsidő, 6-tól 9-ig éppen ezért fél óránként, illetve 4-től 7-ig is fél óránként lehet ezt is csökkenteni, hogyha akarjuk. Ekkor a program automatikusan kalkulálja, hogyha például ezt lecsökkentem, akkor már mindjárt az van, hogy kevesebb emberre lehet számítani, értelemszerűen, hogyha gyakrabban jön a busz, akkor kevesebb ember kell majd. Szerintem ez így eddig jó lesz, maximum, hogyha kell majd még busz, akkor azt beízítjük. Ezt megerősítjük. Egy dipónk van, tehát ez nekünk jó lesz.
és akkor akár most már el is engedhetjük a buszt. Az a nagy szerencsénk, hogy mivel este 9 óra múlt, jelen állás szerint, ezért még most erre nem kell gondolnunk, hogy valaki gyorsan bepattanjon a buszba és akkor vezesse, ez majd a későbbiekben lesz így. Indulhat tovább, mert itt most ugye kicsit leállította a dolgot, és lehet rögtön előre pörgetni arra, hogy az első busz indulásáig, mindjárt ezt meg is fogjuk tenni, de azért nézzük meg a céljainkat. A célokkal különböző ilyen trófeákat lehet szerezni, a trófeákkal pedig különböző fejlesztéseket lehet majd kioldani, tehát az első, amivel egy trófeát, hogyha megnézzük a pénzügyeinket, itt vannak, igen. Ezzel már kaptunk egy trófeát, el kell adni 20 darab jegyet, ezzel nem csak egy trófeát kapunk, hanem 46 eurót is, hát ez annyi, mint halottnak a csók egyébként, és hogyha 10 ilyen menetet sikeresen teljesítettünk, akkor 43 eurót fogunk kapni. Oké, ugorjunk az időben, és ilyen ügyes a program, hogy azt mondja, hogy akkor most 4 óra 17 van, és lehet akkor az első embert bepattantani ide a buszba. Szerintem ez a reggeli, ez indulhat ezzel a 38-as menettel. Az elején még talán nem is lesznek olyan sokan. Ellen oda megy, bepattan a buszba, és akkor már indulhat is a móka. És kivette a kis szendvicsét a szekrényből, és akkor már megy is az egyes számú buszunk. És akkor utána meg majd lehet kijelölni különböző újabb útvonalakat. Itt található Szombathely vasútállomásnál a busz. Elején nem fogják sokan használni, ezt megmondom. Picit föl is lehet már pörgetni ezt a dolgot. 4 óra 55, amikor el kell érkezni, és akkor azt hiszem, hogy 5 órakor indul. Hú, kicsit gyorsan elszaladt. De már látható, hogy azért már használják, tehát 17 és így tovább. Tehát vannak már így is emberek, akik menni akarnak vele, és ez majd még több lesz. És hát azért csak a Babics utcáig építettem meg, mert eléggé sok lenne, hogyha hosszabb lenne. Nem lenne érdemes hosszabbat fenntartani, mert akkor nem tudná rendesen elszállítani az utasokat. Ez így elsőre teljesen jó. 12 jegyet már el is adtunk. Most vár egy picit. Nem tudom, hogy meddig, de talán azt hiszem, hogy 5 óra 30-kor indul a következő menet. Vagy nem. Na, hogy vagy te? Mikor indulsz? Azt mondja, hogy 30 perc volt oda-vissza. Ja nem, 6 órakor gyerekek, mert hogy még nincsen csúcsidő. Nincsen csúcsidő. Viszont akkor lehet, hogy azt jelenti, hogy majd be kell izítanunk csúcsidőben még egy buszt. De ezt majd úgyis jelezni fogja nekünk a játék. Itt visszamegyek a dipó nézetbe, igazából csak az X-et kell megnyomni. És mindjárt az fog történni, hogy kijelölünk még majd újabb parkolókat. Egyelőre persze ezeket a kicsiket, így. Megint visszamegyek térképnézetbe. Már hetembe is szálltak. És a program akkor számolja föl a jegyeket, amikor már sikeresen lebonyolodott az utazás. Igen, elég gyorsan megy szegényke. És hát itt azért lehet látni, hogy már tökig van. Ugye? Igen. Lehet, hogy a nagyobb buszt kellett volna rögtön. Itt kiürül, és akkor már veszi is föl őket. Tehát egyelőre még ezzel jól el vagyunk, de valószínű, hogy majd valami fonódó járatot kell nekünk.
készíteni annak érdekében, hogy ez menjen a maga útján. Következő feladat, terjesszük ki a buszhálózatunkat egészen odáig, hogy 22%-át a városnak be tudjuk vele fogni, 3000 euró a jutalmunk. Jó, én akkor mindenek előtt vennék egy új buszt, és akár megpróbálhatnánk ezt a Ramszeszt is, de már nincsen Ramszeszünk? Az már nem jó, hogy nincsen Ramszeszünk. Akkor megpróbáljuk ezzel a Ramszesszel. Ramszesz. És akkor most már itt van ez. Ezt tudom rögtön alkalmazni. Egy kattintás, és akkor az Andrew City Bus már meg is érkezik. És most többet nem fogok költeni buszokra, most ő szépen beparkol, és akkor jelöljük ki a második útvonalat. Szerintem indulhat innéd, de menjünk el most egy másik irányba, mondjuk a városnak az északi részére, egészen idáig ki a Glória utcáig, ami majd a nagy bevásárlóközpontot fogja jelenteni. Új buszvonal, és nagyon ügyes a program egyébként, mert rögtön más szint ad neki. Jó. Szemmelweis Ignác utcánál megállunk. Más szint ad? Hát egy picit más szint ad, de lehet, hogy én azért ezt egy picit még változtatnék rajta. Csak hogy látszódjon, hogy azért ez akkor más. És ne a kenyérgyár fele menjünk, hanem menjünk a Neumann felé. És itt van a Waldorf is. Hát szerintem itt valahol a Waldorf és a Spar között kéne leginkább. Na várjunk. Ez még elvileg lefedi a Spar, de mondjuk így. Így akkor így ne szivassuk a spárosokat, és akkor pont egy vonalban van, itt a Huszár út, megyünk tovább, Kóp Gerendás étterem, Kóp, ez a megálló, de vagy Kap. 11-es Huszár út, 141, hú, ez jó hosszúnak ígérkezik, nem baj, Stromfeld lakótelep, egyszer, ez a másik Stromfeld lakótelep lesz, itt a Meki, erre a Meki felé elmehetünk, aha, nem, mert akkor ezek szerint a Két Lianna utca az egyirányú, akkor legyen az, hogy a repülőkútja fele megyünk, és akkor itt a metró néven fedjük le. Glória utca, itt lesz a végállomása. Hát ez Victoria bútoráruház néven fut, de valójában ez egy jó nagy outlet center. Vissza a metró felé, és vissza a Stromfeld lakótelep felé, majd Magyar Tenger vendégle, ezek már meg is vannak eleve, 11-es Huszárút, jó hosszú lesz, jó hosszú lesz, nem baj, Kóp, 11-es Huszárút megint, apukám, nem, ezt itt összevonom, ezt tudja, hogy összevonom, mert különben így probléma lesz ezzel. Gyere vissza erre, mert miért ne? Vörösmarty utca, Semmelweis és Szombathely vasútállomás. Ez is 16. Azt hittem pedig, hogy hosszabb lesz. És nem is számítunk olyan nagyon nagy forgalomra, mert 25 és 65 között, hát akkor kényelmesen el fogunk férni az 54-essel. Ha ezt egy picit levesszük, akkor se sokkal jobb. Maradhat ez így. Talán annyi, hogy legyen ez most prémium szolgáltatás 9-ig. Bár mondjuk már az utolsó menet az szerintem eléggé karcsú lesz. És itt igazából ezeket lehet beállítani, még azt talán, hogy mikor működjön, de szerintem ez nekünk teljesen jó lesz. Tipó, és akkor már mehet is az első menet. Feladatunk akkor, hogy
hozzárendeljünk buszt. Én most így az első körben ezt a nagyobb buszt fogom hozzárendelni, de semmi probléma nincsen ezzel, mert a következő napok során majd mindig lehet ezt váltogatni, hogy melyik buszt rendeljük hozzá, és akkor majd nyilván ide fog jönni a kisebb kapacitású. És még mindig nem fettük le a 22%-ot. Na, ennek nem örülök, akkor viszont még ki kell jelölni egy hármas vonalat is. Na, hol van itt nekünk point of interestünk? Ezek lesznek, ezek a zöldök lesznek a point of interestek. Jó, akkor még húzunk meg ebben a részben egy harmadik buszvonalat is. Akkor így van. Ó, viszont sikerült kiterjeszteni a buszhálózatot, és akkor a következő feladatunk az az lenne, hogy 604 utast azt elérjük. Nézzük, hogyan állunk akkor. Van még itt egy kihasználatlan buszunk, és hogyha azt nézzük, akkor 604 utast kéne elszállítanunk ahhoz, hogy ezt a 2458 pénzt ezt megkapjuk. Kicsikét fejleszteném én itt ezt a service centert, például egy információs monitorral, illetve egy picit díszíteném is, amennyire lehet, de akkor inkább egy nagy növénnyel. De ide nem kell lesz. Illetve egy-egy kukával. Azért a decoration rating az nem baj, hogyha megvan. Sikerült is teljesítenünk az első 10 utat, és azt is mondja, hogy ez a decoration rating, ez nagyban tudja befolyásolni az alkalmazottaknak az elégedettségét. Úgyhogy most egy picit ezt építjük, szépítjük, aztán pedig fogjuk és kijelöljük a harmadik vonalat. Ő volt ugyebár a break room, ezt ki tudjuk itt terjeszteni. Tudunk betenni még jó kis karosszékeket. Ezt meg át tudom ide pakolni. Ó, és közben viszont egy új buszt már be kell izítani, mert jön a délutáni műszak. És akkor az viszont azt fogja jelenteni, hogy kell vennem még egy busz, mert hogy kettő buszvonal, tehát minden egyes buszvonal egy buszt fog igényelni. Jó, akkor gyorsan vegyünk is. Szerintem most egyelőre elég lesz a citó. Jöhet is, hogyha esetleg majd kelleni fog. Viszont mindjárt visszaérkeznek a másik buszok, és akkor majd gondoskodnunk kell az ő takarításáról, illetve a karbantartásáról. Igen, itt is van. Itt például rögtön ide, ha elküldünk egy takarítót, akkor 5 euró árán ezt el fogja végezni. A technikai feltételek egyelőre rendben vannak, még újra sem kell tölteni, és még egyelőre le sem kell mosni, bár hogyha akarjuk, akkor beküldhetjük mosodába. Szépen itt lemossa nekünk, és a következő buszt már be is kell, ugye ez a kettes vonal a kisebb forgalmú. Akkor ez jó lesz nekünk, ez az új busz. Ugye a buszvezetők azok váltott műszakban dolgoznak, itt meg valaki már vett is egy heti bérletet, de mondjuk van, aki meg panaszkodik a jegyárak miatt. Ő csak informálódni akar. 1730 utast kell szállítanunk egy nap alatt, ez egyébként meg lesz nagy valószínűséggel.
már most megvan. Érjük el azt, hogy 17-en legyenek heti bérletesek, ebből 7 már megvan. Illetve adjunk el 250 jegyet. Ezek mind-mind egy-egy trófeát fognak jelenteni, és a trófeával majd értékes jutalmakat lehet kioldani. Nézzük ezt a kutatást. A trófeák a kutatáshoz is kellenek, de még az elején nekünk nem fog kelleni ehhez semmi sem, hanem csak pénz, illetve adott esetben mondjuk az, hogy lefedettségünk legyen. Amennyiben van 25% lefedettségünk, akkor lehetőségünk van arra, hogy az első szintjét az üzemanyagnak kioldjuk, az első szintjét az üzemanyag csökkentésnek, 10%-kal csökkenni fog az üzemanyag felhasználás. Ez nagyon jó. Innentől kezdve ez elindul, és majd egy idő múlva ki is kutatják ezeket. Itt egyébként több minden van, és ezek lesznek majd a legjobbak, amikor már automatikusan fogják a buszoknak a takarítását elvégezni, a mosását, és így tovább, de még nem szaladok ennyire előre, ez még jó sokára lesz majd. Amondó vagyok, hogy akkor jelöljünk ki egy hármas számú útvonalat, tehát Vörösmarty utca, Szelestei, március 15-ei Berzsenyi könyvtár, és akkor a nagy park felé menjünk el, próbáljunk meg elhaladni, Paragvári, aha, itt a rózsavirágbolt már nem lesz jó nekünk, Vasi Fortuna ABC, haladáspálya, igen, a Szombathelynek a nagy futballcsapata a haladás, de szerintem inkább a tófürdő felé menjünk, mert akkor pont nem, illetve itt pont nem volt benne a rádiuszában a dolog, és akkor mi lenne, kérdem én, hogyha tennék egy ilyen borzasztó nagy hurkot, vakok intézete is van Szombathelyen, és akkor itt az autóbuszállomás, akkor most már ezt is tudjuk, és így mennénk vissza. Valahogy. Igen. Nézem, hogy nem tekeredette meg, úgy látom, hogy nem egyelőre. Itt a március 15-ét térnél vannak problémák, hogy nem értem, hogy miért, de Nemzeti Dohánybolt megbent minket. Hát persze. És akkor így. Na jó, nézzük meg, hogy mire számíthatunk. Hát 85 és 160 között számíthatunk az utasokra. Nem kevés. 75 és 130 között. Bevállaljuk. Maximum veszek nagyobb buszokat, nem tudok mit csinálni. Viszont ennek következtében nem lesz túl nagy az elégedettség. Ha leveszem 30 percre, akkor 60 és 125 között, illetve 50 és 125 között. Jó, szerintem ez lesz, és az fogja jelenteni, hogy újabb buszokra lesz szükség. Induljunk is neki a dolognak, bár most már sok nagy varázslatra nem kell, hogy számítsunk, viszont akkor én veszek nagyobb buszoknak is helyet, mondjuk ez a medium, ez úgy jó is lesz. Nem egy ökörár egyébként a parkoló, a buszok már annál inkább. És akkor vegyünk még buszokat, hogy legyenek. Úgy látom, hogy jelen pillanatban ezek a legnagyobbak, tehát akkor ez azt fogja jelenteni, hogy majd ezt is ki kell utána kutatni, ezeket a szóló buszokat. Egyelőre ebből tudunk vásárolni, mert a szólóbusznak azt hiszem, hogy már medium kell. Ez mondjuk egyébként nem néz ki rosszul, mint használt busz. Aha, csak a gumik azok nagyon rossz állapotban vannak, az nem feltétlen egészséges, és nem is igazán tudjuk átfesteni, majd csak ha lesz egy painting shop, úgyhogy akkor én szerintem akkor bevállalom azt, hogy kockáztatok, és akkor hármat megveszünk. Ja, ezt egyébként megmutathatom, hogy azért ilyeneket is lehet. Fú, ez nagyon menő. Ezt le kell töltenem, és hál' Istennek ezt így lehet is.
Wow, East Yorkshire. Hú, na ez azért már valami. Na jó, akkor megérkeznek az amerikai buszok, vagy még döntsünk valami más mellett. Ez a sárga, ez nagyon tetszik. B-Network. Hát nagyon, nagyon csecsék egyébként. Na jó, maradunk ennél egyelőre, de majd én is megpróbálom. Erőt veszek magamon, és készítek ilyen szép feliratos buszokat. Most egyelőre legyen ez. Három új busz, viszont ehhez már majd akkor új buszvezetők is fognak kelleni. Igen, ő itt éppen kutatgat, az rendben is van. És új buszvezetők, akik pedig majd itt lesznek. Ja igen, ő rajtuk egyébként rögtön lehet látni, hogy mi. Hát például szegény Justina Caleta az nagyon stresszes most jelen pillanatban, de ezzel annyira nem fogok foglalkozni. Szóval ahhoz, hogy... Ó! Halló, halló, Kámoni Arborétum új főbejárat hív minket. Szükségük van egy új buszra az esemény megszervezésére 11 óra és 19 óra között, és maximum 81 utast várnak óránként, és szeretnének 30 perces intervallumokat, és ezért 6400 eurót fizetnek. Jó, hát fogadjuk el. És akkor a Kámont és a Kámoni Arborétum főbejáratát kell nekünk összekötni. Tehát akkor ez lesz a Kámon, illetve a Kámoni Arborétum. Jó, akkor ez egy teljesen új vonal. Akkor induljunk a szombathelyi rendőrségtől. Ez lesz itt a Kámon, ez már meg is van. Szombathely Center. Itt csatlakozik a metróhoz. Ság István. És akkor, hogyha megyünk tovább, akkor egészen az Arborétum főbejáratáig kell, hogy eljussunk. Szent Imre Herceg, Arborétum és Kámoni Arborétum új főbejárat, ez megvan. Akkor visszafele is kéne jönni. Én egyébként szerintem nyugodtan jöhetünk így is vissza, mert miért is ne. Szent Imre Herceg. És akkor szépen így, kulturális központ, metró, Szombathely Center, és, ja és ez a Kámon, ez lesz, csak bus stopként jelenik meg, ezt majd átnevezem, itt így fog megjelenni, és akkor Szombathely rendőrségig. Jó, ez az első buszunk, ami nem fog bemenni a főpályaudvarra, akkor most ezt megerősítjük, és akkor ezzel elvileg majd 6400 pénzt fogunk kapni. Elvileg. Most viszont jönnek vissza a buszok, és nézzük a napi feladatokat, valamit újra kell tölteni, bár azt talán még kevésbé, inkább arról szól a történet, hogy le kell őket mosnunk. Itt, hogyha még építünk ilyen lakereket, vagyis zárható szekrényeket, akkor ezáltal lehet majd még több alkalmazottat fölvenni. Egyébként pedig. Lehet díszíteni is. Jó. Most amit várni fogunk, az, hogy visszaérkezzenek a buszok. Bár úgy látom, már mindegyik visszajött. De nem, talán még egy kivétel van, akit várunk vissza. Mert akkor már lehet pörgetni a játékot. Igen, mert van egy buszunk, ami 9 óráig van szolgálatban. Aha. Igen, itt még van egy, ami vár. Ez a lila. És akkor ő még egy menetre elmegy. És egyébként még
van is utassa. Nem azt mondom, hogy olyan brutál sok, de van. Megnézzük akkor, hogy ki hogyan áll. Ezeket még talán nem kell újra tölteni, de ennere egy takarítás ráfér, erre is egy takarítás ráfér. Ez ugye a belső takarítás, a külső takarítás, az majd a washed fogja jelenteni. Az értékelésünk egyelőre 4,0-as, az nagyon jónak számít, később majd nem lesz olyan jó, és Daniel Dmowski már hagyott is nekünk egy olyan értékelést, hogy kedves és segítő kész az iroda. Hát ennek nagyon örülünk, köszönjük szépen. Kérjük, hogy vegyen nálunk heti bérletet. 12 most a heti bérletesek száma, és 17-et kell elérni. És az elején 323%-át kapjuk meg támogatásként az összes bevételünknek, az elég jó kormányzati támogatás. Még ezt le lehet mosni, ki lehet takarítani, újra lehet tölteni, csak ugye minden alkalommal, amikor egy-egy ilyen műveletet kérünk, akkor az kell, hogy oda valaki bepattanjon, mint például most, megy Krisztián, bepattan, és akkor szépen először jöhet az újratöltés. Nem nagyon kell most újra tölteni egyébként, tehát ez nem para, és utána pedig a mosás. Szerencsére mondjuk ez így van beállítva, vagy egy füst alatt mindent le lehet tudni. És akkor szépen a mosika végigmegy. És kicsit pixeles a játék, de pixeles? Hát ezek a vízcseppek mondjuk pixelesek. De szerintem egészen jó. Na most mondjuk csak 2,0-as. Tereza és Szorin is hagyott egy 1-es értékelést. Úgyhogy ezen lesz majd még javítani a következő részben. Ezzel az első nap véget ért. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett ez a tartalom, akkor egy kommenttel, lájkkal vagy feliratkozással ezt jelezzétek. A jövő hét szerdán folytatjuk a City Bus Manager játékot nagyobb buszokkal és még nagyobb hálózattal. Sziasztok!